Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk is hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Mi a gond? Rossz irányba megy. De mit jelent ez a rossz irány? Sok az elnyomás. Sok az elnyomás? Mit értünk azon, hogy sok az elnyomás? Most az emberek egymást nyomják el, vagy a hatalom nyomja el az embereket? Hatalom nyomja el az embereket? És ezután meg az emberek is egymást. Is. Igen? Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Tehát a hatalom elnyomja az embereket. És ez milyen formában nyilvánul meg? Egyre diktatórikusabb a dolog? Egy személyi vezetés. Uh-huh. Meg egy párt. Egy párt, egy személyi vezetés. Aha. De ezt még ugye demokráciának hívták. Már a szocializmusban a diktatúrát is demokráciának hívták, nem? Hogy teljesen egy az egybe az demokráciának nevezték, nem? Így, a népi demokrácia volt. És most milyen demokrácia van? De hogy nem népi, az biztos. Uralmi demokrácia? Hát jó elnevezés. Szerinted mi várható, ha ebbe az irányba alatt tovább a világ? Hm? Föld vége. Olvasgattam hozzászólásokat a videóimhoz, hát de csak azért, mert ugye nem jelenik meg, hála Istennek, a videóhoz történő hozzászólások, csak akkor, hogyha én engedélyezem. Ugye elolvastam ugye videókat, és, vagyis hát hozzászólásokat, és ezzel kapcsolatban, ebben a hozzászólás, az egyik hozzászólással kapcsolatban jutott eszembe valami, ugye, hogy az egyik hozzászóló úgy szólt hozzá, hogy gyakorlatilag nem felső irányítás van a bolygón, hanem ugye alsó irányítás, és mi emberek ugye azért vagyunk itt a Földön, és azért működünk így, mert gyakorlatilag az egész működésünket nem felülről, hanem alulról irányítják. Tehát ami azt jelenti, hogy már máskülönben nem magyarázható az a dolog, hogy hát miért törlik mindig az embernek a tudatát, mielőtt leszületik. Ugye? Tehát ez a hozzászóló, ez ugye spirituális személy lévén, ugye tudja, hogy minden újraszületéskor, újraszületés előtt ugye a léleknek a tudását újra, tehát kitörlik, és ha az jó Isten lenne, írja a hozzászóló, akkor nem törölné a jó Isten az emberek tudását. És hát, mert gyakorlatilag ugye írja a hozzászóló, hogy egy élet során nem lehet annyi tudást összeszedni, hogy az ember képes legyen arra, vagy egy lélek képes legyen arra, hogy ilyen, ugye, ilyen abszolút tudatos, etikus működést alapján élje a majd a hátralévő időszakát. Ugye ezt írta, ennek volt, ez volt a lényege a hozzászólónak. Hát már nem tudom, hogy engedélyeztem a megjelenést, vagy nem engedélyeztem, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye emberek hisznek dolgokat,
és végig gondolják a dolgokat logikusan, és ha végig gondoljuk például ezt a logikát, amit írt a hozzászóló, akkor úgy némi nem logika van benne, nem is kicsi, de hát ugye gondoljunk végig egy-két olyan dolgot, hogyha mondjuk tudással kellene egy testnek beszületni, egy csecsemő, illetve egy léleknek, egy tehát tudással kellene egy léleknek beszületni egy csecsemő testbe. Tehát én még nem voltam börtönben, de azért katona voltam, majdnem börtön, de azért nem egészen börtön, de én a katonaságot én azt annak érzékeltem, hogy a szabadság megfosztása, mert szó szerint megbetegedtem és leszereltek katonaságban, mert egyszerűen azt a fajta fogságot, ami egy katonaság révén volt, már azt se bírtam. Tehát már azt a fogságot se bírtam, pedig hát onnan azért valamilyen rendszerességgel haza lehetett járni. Na most akkor gondoljuk végig, hogy milyen lehet egy börtön, ugye az ember bekerül egy börtönbe. Na most nyilván sokan nagyon nehezen élik meg a börtönéveket, vagy akár a börtön hónapokat. Most gondoljunk bele, hogyha egy lélek, amely mondjuk leélt X időszakot már, akár csak egy életet, de hát ugye a lelkek nem egy életet élnek, hanem rengeteget, tehát még mondom, gondold végig, hogyha mai eszeddel, értelmeddel egyszerűen beleraknának egy csecsemő testbe, egy újszülött testbe, amelyik totál kiszolgáltatott, önmaga semmit nem tud csinálni, érted? Most gondolj bele, mi lenne veled? Tudti, hogy beleörülnél. Simán. Tehát az körülbelül olyan, mintha ha mondjuk egy börtönbe ki lennél kötve, érted? És semmilyen mozgástered nem lenne, és semmit nem csinálhatnál. Érted? Na most, tehát ez ugye eléggé ilyen szadista módszer lenne, hogyha jobban végig gondoljuk, hogy egy lelket a tudással berakni egy tehetetlen testbe. Mert hát a csecsemő az gyakorlatilag tehetetlen. Tehát teljesen logikus, hogyha van egy csecsemő, amelyik tehetetlen, akkor annak a tudása is hát olyan szintűnek kell lenni, hogy párhuzamos legyen a testének a fejlődésével a tudása, nem? Tehát ha logikusan végig gondoljuk, tehát logikusan végig gondolva, akkor teljesen logikus, hogy ennek így kellene lenni. Na most, ugye a másik dolog, hogy hát ugye minden életben, főleg itt a földi létben, hát csak emlékezz vissza a múltadra, hogy hány olyan dolgot követtél el, amit megbántál. Tehát amit megbántál. Csak olyan dolgok, amit megbántál. Hát biztos, hogy mindenkinek van olyan az életében, amit utólag megbánt. Vagy ha nem bánt meg, akkor azért nem bánt meg, mert olyan mértékű egóval tette azt a cselekvést, hogy egyszerűen az egója nem engedte, hogy ő megbánja. Na most ez még rosszabb helyzet. Na most képzeljétek el, hogyha mondjuk egy ember az ártó tettei után
beszületne egy csecsemő testbe, és utána felnőne, hát milyen felnőtt lenne abból? Hát egy vadállat. Egy vadállat. Na most, ha egy lélekből törlik a tudást, akkor a léleknek van egy alaptulajdonsága, hogyha törlik a tudást, akkor egy dolog marad benne, a szeretet. És az a feltétel nélküli szeretet. Ezért, hogyha megnézitek egy csecsemőt, amely egy kiegyensúlyozott anyából születik, akkor ő tényleg feltétel nélküli szeretettel rendelkezik. Persze, hogyha már elég sok zaklatottságot élt meg az édesanyja hasába, akkor világos, hogy már ez a feltétel nélküli szeretet sem működik úgy, ahogy kellene. Szóval a lényeg az, hogy én pont az ellenkezőjét látom annak, amit ugye ez az illető írta a hozzászólásban. Tehát ha logikusan az ember végig gondolja, mert ő azt mondja, hogy ez a logikával ellentétes, hát nem. Ha az ember logikusan végig gondolja, akkor ennek pont így kell lenni, ahogy van. És egy információt mondtam ezzel kapcsolatban a minap, nem tudom, hogy ezt nektek mondtam-e már, tehát nektek konkrétan, mert a vezetőképzősök biztos, hogy tudják, akik a héten vezetőképzőn voltak, de a többiek nem feltétlenül, hogy kaptam azt az információt, hogy ha bejutsz a felső lét formába, akkor visszatöltik az eddig kitörölt tudásodat. Tehát egyszerűen azt a választ kaptam, hogy ami törölhető, az visszatölthető. Ez volt a válasz. Tehát ami azt jelenti, hogy amit kitöröltek a földi léteid során, azt, hogyha visszakerülsz a fenti világba, akkor fogják és visszatöltik. És onnantól kezdve minden tudással rendelkezel, amivel a földi létedben rendelkeztél, meg azelőtt rendelkeztél. Na most akkor akar itt maradni a bolygón, jó? Tehát akar itt maradni, és ne akarj fejlődni, mert neked az a jó, hogy tudatlan, ez a tudatlanság alapján éled az életedet? Vagy jó lenne egy olyan tudás, hogy mondjuk van egy 1 milliárd éves lelked, amely mondjuk megtapasztalt, mit tudom én, mondjuk tételezzük fel, 990 millió évet, és 990 millió év tudása és tapasztalata, ott szépen neked el van mentve, és ezt a 990 millió év tudását és tapasztalatát vissza tudod kapni akkor, ha nézzük meg mikor, jó? Mert ez a lényeg, hogy mikor tudod visszakapni. De mielőtt erről beszélnék, megint csak hagyd mondjak egy olyan dolgot, ugye, amit a vezetőképzősöknek elmondtam már, de ugye a többiek még nem nagyon tudják. Na szóval a lényeg az, hogy hát mit is csinálunk, azt majd rátérek erre a dologra, mit is csinálunk, nekünk van egy küldetésünk, tehát mi egy szervezet vagyunk. Ezt a szervezetet úgy hívják, hogy PPH. Itt az elején láthattátok, ugye mutatom. Ez a PPH, a Hunoltrade részvénytársaság, Nyílt Akadémia, Tanoda 2000 Kft. Ez egy holding-szerű működés. A PPH azt jelenti, hogy problem, Prevention Holding, tehát probléma megelőző holding. És a holding azt jelenti, hogy cégek,
vállalkozások, magánszemélyek közös együttműködése. Ez a szervezet, ez nem mai keletű szervezet, a jogelődöt is figyelembe, vagy jogelődöket is figyelembe véve, ez 93-tól működő szervezet, és igazából 94-től nevezzük ezt PPH-nak. 94-től. Tehát maga a tanoda 2000 Kft. Az 94 július 1-ével alakult, és a Hunortraide Részvény Társaság az meg 97 vagy 96 őszén. Már nem tudom pontosan, azt hiszem 97 őszén. Na mindegy, de nem az a lényeg, hanem ugye az egésznek az indulása. Ugye az egészet én alapítottam annak idején, és azóta én vagyok a vezetője, és négy különböző területen éltünk meg piacvezetői pozíciót a vezetésemmel. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, még ugye magamról talán annyit, hogy én 91 óta szervezek csapatot. Tehát 91 óta foglalkozok emberek szervezésével. Tehát van egy kis rutinom ezeken a területeken, hiszen több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget itt a sok év során, és több tízezer ember képzésében vettem részt személyesen, ugye az elmúlt időszakokban. Szóval a lényeg az, hogy mi egy ilyen együttműködésben vagyunk emberekkel, nyilván a legtöbb személy az magánszemély, akivel együtt működünk, és mit csinálnak a magánszemélyek? Tanulnak, itt tanulnak. Jó, ez a fő dolog. Mit tanulnak itt? Olyan tudást és képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képessé váljanak arra, hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, problémáikat megoldják, illetve megelőzzék, a céljaikat megvalósítsák, igaz? És képesek legyenek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve dolgozzanak. Tehát lényeg az, hogy én kaptam egy küldetést, hát sok évvel ezelőtt. Ez a küldetés egy ilyen álomban jelent meg, ami után rögtön fölébredtem, és amikor ez a küldetés elmondása lezajlott, az, hogy ezzel a szervezettel kell létrehozni a bolygón az aranykort. Egy másik hozzászóló azt írta, hogy szerinte nem fog létrejönni az aranykor, én meg tudom, hogy létrejön. Na, van egy különbség sok ember és köztem, az, hogy sok ember max hisz dolgokat, én meg tudok dolgokat. Ez egy óriási különbség. Azért, mert honnan tudok dolgokat, tehát én gyerekkoromtól úgy működök, ezért nagyon sok konfliktusom volt, főleg a tanáraimmal. Nem abban, hogy mennyi 5x5, és ebben vitatkoztam volna, hogy az nem 25, hanem mondjuk 24, nem ilyen dolgokban, hanem abban, ami az ember és az élettel kapcsolatos volt. Én nekem gyerekkoromtól nagyon sok konfliktusom volt, mert nekem mondták azt, hogy így van, én meg tudtam azt, hogy nem úgy van. És ezért ugye rengeteg konfliktusom volt az életemben, főleg gyerekkorban, a tanárokkal elsősorban, más személyekkel nem, de olyan személyekkel igen, akik az élet vagy az ember dolgaiban próbáltak megvezetni. Tehát gyerekkoromtól van az a képességem, hogy én nem hiszek, hanem tudok. De nyilván vannak olyan dolgok is, amiben hinnem kell. Ez azt jelenti például a saját képességeit az ember úgy tudja erősíteni, hogyha hisz a képességeiben, és akkor tudja megtapasztalni a képességeit. Na most, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az elmúlt idő során, ugye mivel piacvezetői pozíciót
sikerült elérni a vezetésemmel több területen, kiválasztottak, és mivel már régóta foglalkozok etikával és tanítom is, és ugye egyre inkább úgy éltem az életemet, ahogy az etika szabályainak megfelelő, és most már úgy élem az életemet, ahogy az etika szabályainak megfelelő. Ugye az etika az erkölcs, becsület, tisztesség, jó, és ezek nagyon fontos dolgok. Tehát ha ennek alapján kiválasztottak arra, hogy a szervezetemmel együtt, hát én egyedül ezt nem tudom megcsinálni, vigyük el az emberiség számára azt a tudást, azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Na most én ezt tudom, hogy meg lehet csinálni, mert én ugye említettem az imént, hogy 91-től foglalkozok emberek szervezésével. Ugye 93-tól kezdtem először találkozni a spirituális dolgokkal, tehát a szellemi dolgokkal, tehát nem szellemekkel, tehát ne keverjük ezt a két dolgot, hanem szellemi dolgokkal, és azóta, és gyerekkoromtól érdekelnek a szellemi dolgok, tehát gyerekkoromtól. Én nekem a kedvenc olvasmányaim az ilyen fantasztikus irodalom volt, illetve a kedvenc filmeim a fantasztikus filmek voltak. Már nem így van, de ez régen így volt. Szóval a lényeg az, hogy ugye az ilyen szellemi dolgok mindig is érdekeltek, de hát sok mindent nem tudtam ezzel kapcsolatban, és 96-ban kezdtem el nyitni ez terület irányába, az pedig egy, tehát konkrétan az pedig egy agykontroll tanfolyam volt. Tehát onnan indult el a spirituális életem, és ezt most azért mondom, hogy ugye tisztában legyetek azzal, hogy miért csináljuk a dolgokat, meg hogy mit is csinálunk. Szóval a lényeg az, hogy ugye ez az illető azt mondta, hogy nem lehet megcsinálni, meg tudom, hogy meg lehet csinálni, mert azzal a technológiával, amivel szervezünk, abban meg lehet csinálni. Jó, és ez az illető, ez írt olyanokat, hogy hát azért nem lehet csinálni, mert úgyse hagyják, meg stb. Ilyen hülyeségeket írt, mert erre csak annyit szeretnék mondani, hogy olyan szintű védelem alatt állunk, hogyha valakiben felmerül az a kérdés, hogy és megvan az a lehetőség, vagy meg lenne az a lehetőség, hogy nekünk átcsom, akkor kiiktatják olyan formában az illetőt, hogy olyan problémát zúdítanak rá, hogy képtelen lesz mellette bármit is tenni. Tehát ami azt jelenti, hogy a világon most a legfontosabb dolog az lenne, hogy az emberiség egy szellemi fejlődésen átmenjen. Tehát ez lenne a legfontosabb. Más emellett minden eltörpül, tehát minden más. Ugyanis azt is elmondták nekem, tehát van kapcsolatom az égiekkel, azt is elmondták nekem, hogyha nem lesz aranykor, ami nem lehet, de ha nem lenne aranykor, inkább úgy mondanám, feltételes módban, hogyha nem lenne aranykor, akkor ez az emberiség nem élhet tovább. Tehát nem élhet tovább. Tehát vagy megcsinálja ez az emberiség az aranykort, vagy ez az emberiség nem élhet tovább. Ennek több oka van, hogy miért nem élhet tovább, erről most részletesen nem fogok beszélni, erről már beszéltem díjmentes részben is. Tehát lényeg az, hogy vagy megcsináljuk, vagy nem élhet tovább. Ezt a továbbélést csak annyit szeretnék mondani, hogy akik nem akarnak szellemileg fejlődni, azokat pedig kivonják a forgalomba. Tehát még várnak, és akiknél semmilyen remény nincs arra, hogy szellemi fejlődésen menjen át, azokat szépen
kivonják a forgalomból. Nézzétek meg, egyre több olyan haláleset van, aminek semmilyen értelmét nem látod. Tehát az illető nem volt beteg, semmi problémája nem volt, jó ember is volt, és mégis fogták, és egyik pillanatra másikra kivonták a forgalomba. Tehát a legtöbb esetben ugye egyszerűen szívmegállás. Tehát fogták és a szívét megállították. Tehát miért? Nagyon egyszerű, mert még az illető újra születhet. Gyorsan kitörlik a tudatát, és újra születhet egy olyan családba, amelyik akar bekerülni az aranykorba. Jó, tehát nincs ezzel kapcsolatban más. Nem tudom, mennyire tudjátok azt, hogy van egy párhuzamos világ. Tehát egy párhuzamos világ. Egy olyan párhuzamos világ, úgy is lehetne mondani, hogy párhuzamos univerzum, vagy párhuzamos galaxis. Tehát kicsit visszamegyünk a múltban. Olyan volt, hogy teremtés, jó? Tehát létrejött a teremtés. És a teremtésben ugye elteltek évmilliárdok a mai időméréssel kapcsolatban, sok évmilliárd. Számot nem tudni pontosan, mert annyi, tehát nem tudod számokba kifejezni mennyi évmilliárd, és a lelkek nem tapasztalták meg a rosszat. Ezért a lelkek elkezdték kipróbálni a rosszat. Na most ez viszont azt jelenti, hogy szembefordultak a teremtővel. Nem minden lélekről vonatkozik ez, hanem sok. Például ilyen ismertem név, például Lucifer. Tehát a Lucifer ez egy nagyon öreg lélek egyébként, tehát nagyon öreg lélek, az még a teremtés elejétől származó lélek. És egyre több olyan lélek van a világegyetemben, amely szembefordult a teremtő hatalmával. Mondok példát, ilyenek a hüllőtestben létező lelkek. Tehát ez úgy működik, hogy értsétek, jó? Ezt, ami odafönt, az ide lent is itt van, megvan. Tehát megnézel egy embert, mondjuk két embert. Az egyik magas rezgésű. Mi a ismérve egy magas rezgésű embernek? A magas rezgésű ember az nagyon jó állapotban van. Tehát minden rendben van a környezetében, nagyon jó hangulatú, a birtokában lévő tárgyak is nagyon jó állapotban vannak, az élete is rendben van. Tehát így működik egy magas rezgésű ember. Egy alacsony rezgésű ember meg úgy működik, hogy elhanyagoltak a tárgyak a tulajdonában, az élete eléggé romokban van, és maga az illető egyáltalán nem jó hangulatú. Tehát pont ellentéte, mint egy jó állapotú ember. Világos ez? Na most, ezt a kettőt összerakod, ezt a két embert, és 24 órát nem bírnak ki egymással. Nem, hogy egy életet, 24 órát nem bírnak ki egymással. Tehát egy magas rezgésű lény, egy alacsony rezgésű értelmes másik lényel nem tud kijönni. Nem, hogy hosszú távon, nem úgy középtávon, még rövid távon sem. Na most ugyanígy van a világegyetemben. Minden lény magas rezgéssel jött létre, és ahogy az életüket élték, szépen a rezgésük lényeknek lejjebb ment. És ezáltal összetűzésbe kerültek a teremtővel. Világos ez? És a teremtő által létrehozott magas rezgésű társadalmakkal, illetve társadalommal. Világos ez? Tehát nem úgy jön létre a gonoszság, hogy egy jó állapotú ember elkezd gonoszkodni. Nem. Nagy tévedésben él bárki, aki ezt hiszi. Úgy jön létre a gonoszság, hogy egy magas rezgésű lény elkezd lefele menni a hangulatban. Elkezd a rezgése csökkenni. És minél alacsonyabb rezgésen rezeg,
annál gonoszabb gondolatai vannak. Világos ez? Tehát a Földön is pontosan ugyanígy működik ez. Ma a Földön az összes gonosz ember alacsony rezgésű. Miért nem látod, hogy alacsony rezgésűek a gonosz emberek? Nagyon egyszerű, mert van egy olyan szint az alacsony rezgések között, ahol az alacsony rezgésű mosolyog. Ugye ezt, aki itt tanul, tudja, hogy milyen szint ez. Ezt úgy hívják, hogy rejtett ellenséges. A rejtett ellenséges az olyan, hogy a szemedbe mosolyog, hátulról meg hátba döf legszívesebben. Tehát ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan emberi lény van itt a bolygón, amely e körül működik. Tehát rejtett ellenséges működésű. Ez egy, mondom, alacsony rezgés, de szemedben mosolyog. Na most ezáltal, hogy mosolyog, a legtöbb ember, tehát egy jó állapotú ember, ha nincs tudása, nem tudja megállapítani ránézésre, hogy ő egy rossz állapotú. Ha van tudása, akkor meg tudja állapítani természetesen. A legfőbb ismérve, mert ugye mit csinálnak ezek a rejtett ellenséges emberek? Tehát van egy szociális neveltetésük, tehát van egy neveltetésük, vagy például a politikusok megtanulják, hogy mit kell adott helyzetben cselekedni, és itt tudom én, jól öltözött lesz, jól néz ki, stb. Stb. Hiszen van körülötte elég slepp, stáb, amely ugye segíti őt, hogy olyannak tűnjön, mint hogy ő mit tudom én, milyen jó állapotú lenne, de onnan tudod, hogy nem jó állapotú, hogy nem tud barátságosan a szemedbe nézni. Világos ez? Sőt, egyáltalán nem tud a szemedbe nézni. Ha véletlenül a szemedbe néz, rögtön elkapja. Oké? Tehát elkapja a szemét. Na most, de még ezt is meg tudják tanítani neki, hogy nézzen az emberek szemébe. De akkor meg onnan tudod, hogy nem barátságos. Tehát nem csillog a tekintete. Egy magas szintű embernek az csillogó a tekintete. Világos ez? És nem a könyvtől, hanem a jó hangulattól. Tehát lényeg az, hogy egy ember megszületik nagyon jó állapotban, tehát nagyon jó hangulatban, ha olyan szülőkhöz születik, akik kiegyensúlyozottak, tehát egy kiegyensúlyozott állapotos állapotban van a, ugye, a mélyben a gyerek, és mikor megszületett, egy boldog gyerek születik meg. És ezt látni is a kiegyensúlyozott terhesség idején, ideje végén megszületett gyerekeken, hogy boldogok. És ahogy jönnek a problémák, úgy a lény, az értelmes lénynek a hangulata csökken. És felnő egy ember, és már lehet, hogy gyerekkorban olyan hangulatban van az elnyomások véget, a problémák véget, hogy már képtelen arra, hogy jó állapotban legyen. És már rossz állapotú, ami azt jelenti, hogy már nem tud egy jó állapotú emberrel egy légtérben huzamosabb ideig lenni. Na most a világegyetem is pont így működik, hogy a különböző rezgésű lények nem tudnak egy légtéren belül meglenni. Az azt jelenti, hogy egy naprendszeren belül, vagy egy galaxison belül. Világos ez? Na most, mivel rengeteg léleknek a rezgéselement, mert ott nincs törlés, odafönt nincs törlés, hát akkor hogy lehet, hogy odafönt beszületnek egy testbe? Hát egyedül a Földön működik az,
hogy nem tudsz mint lélek kilépni a testedből. Úgy van ez megcsinálva, az egész úgy van megkonstruálva, hogy mikor beszületsz a testedbe, mikor az első levegőt veszed, vagy vetted, akkor kerül be a lélek a testbe, és onnantól kezdve nem tudsz belőle kilépni. Úgy van megalkotva ez a konstrukció, a test, hogy ne tudj belőle kilépni. Világos ez? Van még olyan, hogy gyerekkorban simán kilépeget a lélek, de amikor ugye bezárul a boltozat a fejünkön, onnantól kezdve már nincs ilyen. Tehát csak nagyon tudatosan, technika használatával tudja az ember azt megcsinálni, hogy kilép a testből. Jó? De azt is csak egyesek tudják megcsinálni. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem a világegyetemben nem így működnek a lények, hogy ne tudnának kilépni a testből. És a világegyetemben nagyon érdekes, az összes fejlett lény az nem párzás alapján születik. Tehát nincs párzás. Így van, létrehozzák, mert ha párzás alapján születne, akkor egy frusztrált testbe születsz. Nézd meg. Tehát mit jelent a frusztrált test? Hozod a szülőknek a negatív tulajdonságait a testedben, ami negatív tulajdonsága volt az ő testének, például, mit tudom én, deformációi, vagy stb., hozott tovább. Hoznád tovább. Na most így nem lehet életet élni a világegyetemben, így a Földön lehet életet élni. Érted? Tehát a Földön párzás alapján születünk. Hát nézzétek meg, mik amik még a Földön párzás alapján születnek. Az állatok. Oké? Tehát az állatok párosodnak, és annak alapján születnek. A világegyetemben nincs párosodás, csak a Földön. Az összes fejlett lény, azt mondom még egyszer, nem párosodik. Csak az ember. Na most, ha az ember párosodik, akkor elég sok közünk van az állathoz. Tehát az ember félig állat. Hát félig állat. Félig Isten. És így van, így ember. Hát ha megnézzük, eléggé hasonlítunk egy állathoz. Az állat például az emlős. Ugye mit mondanak az emberre, hogy az ember egy emlős? Hát igen, sajnos. Most megnézed, eléggé hasonlatosak vagyunk az emlősökhöz. Az emlősök is szőrösek. Mi is. Oké. Tehát az emlősök is párosodnak, nemi szervekkel párosodnak. Hímnemű, nőnemű emlősök vannak. Pont úgy, mint az embernél. Ugyanúgy a nőnemű hordja ki az utódot, így van. A nőnemű szüli meg, tehát teljesen ugyanúgy, mint az emlősöknél. Tehát fogták és összekutyulták a fejlett testet, amely nem párosodott, összekutyulták az állati testtel. És abból lett egy ilyen emberi test. Na most, tehát itt vagyunk mi emberek, ebben a testben, és ez egy olyan test, hogyha megnézed, heted iziglen hozza a mindenféle sérülést, mindenféle fejlődési rendellenséget, mindent a családból, az elődökből. Most gondolj bele, hogy ez egy normális dolog. Tehát egy értelmes lénynek, hát most gondold végig, te már az átlagnál értelmesebbnek tartod magad szellemi téren. Tehát szellemi téren.
és nem érzed azt, hogy ez a test, ez a szellemedhez gyenge, nem fizikailag, érted, hanem működésben gyenge. Itt fáj, ott fáj, nem? Etetni kell, itatni kell, csomó időt el kell vele tölteni, 21 éves kor után elkezd öregedni, szóval az egész test egy eléggé gagyi konstrukció a mai nyelven megfogalmazva. Nem érzed? Nem érezted még ezt? Ha persze az átlagember nem érzi, de az átlagembernek ez a természetes. Érted? Szülei is így működtek, meg a nagyszülei is. Tehát ez egy olyan konstrukció, mi közöd van neked a szüleidhez? Érted? Hogy a szüleidnek, mit tudom én, mondjuk derékfájdalmai voltak, vagy egyiknek, akkor miért kell neked is derékfájdalmaid lenni? Az egyik szülődnek, mit tudom én, még magas volt a vérnyomása jellemzően, miért kell neked is magas lenni a vérnyomásodnak? Mi közöd a szüleid? Tehát attól, azon kívül, hogy megfogantál tőlük, meg fölneveltek. Hát nem te vagy a szülőd, nem? Hát miért kell azt hozni tovább, mint a szülők, nem? Hát ugye ezt fönn tudják, ezért ugye az emberen kívül más test, amiben beleraknak lelket, az nem ilyen gagyi. Oké? Az nem betegeskedik. Oké, sérülékenynek sérülékeny, mert nem szabad, mit tudom én, főtös csapni. mert persze, mert az se jó, egy semmilyen testnek nem jó, ha nem vigyáznak rá természetesen. De nem mindegy, hogy vigyázol rá, és mégis, mivel a szüleid is betegesek voltak, ez hozott tovább a betegséget, érted? Na most, gondold végig, hogy ez a normális. Ezért fogják és fent úgy csinálják a testeket, hogy olyan test van, ami tökéletes. Amit nem hoznak, érted? Nem, semmilyen genetikai szarság, bocs, hogy ezt kimondom, nincs benne. Érted? És nem csecsemőkorba tesz, tehát fogja és hát a lélek odafönt úgy száll be egy testbe, mint te, ahogy fölveszed a ruhát. Csak azonos a test mindig, olyan, mintha mindig ugyanazt a ruhát vennéd fel. Érted? Tehát azonos a test. Amikor nincs rá szükség, kilép belőle. Na most gondolj bele, hogyha úgy működnél, hogy mondjuk előre látnád, hogy mi fog történni. Ezért úgy cselekednél, hogy az megtörténjen, vagy ne történjen meg. Nem lenne jó? Tehát itt vagyunk mi emberek, egy olyan fajta testben, jó, persze valaki, mit tudom én, még 20 éves, még semmi gond nincs a testével, érted, meg szép is, tök jól el van a testével, hát de beszéljen már mondjuk egy 50 évessel, hogy ő is így látja magáról, vagy a 20 éves. Na most én azt látom, például jobban megnézitek, hogy az én nagyszüleim azok olyan 60 év körül kezdtek el betegeskedni. A szüleim már 50 éves kor körül kezdtek el betegeskedni. Tehát most a társadalmat mondom. Az én korosztályom meg már 40 éves kortól. Hát akkor a következő már 30-tól. Érted? De tényleg ez van, nézd körül. Ez van. Ez van. Tehát ebből a szempontból, mintha romlana a helyzet. Tehát nem javulna. Lehet, hogy tovább élünk, de mégis úgy éljük végig az életünk jó részét, hogy itt fáj, ott fáj,
ilyen egészségügyi, meg olyan egészségügyi probléma, nem? Nem? És akkor mondok példát, jó? Csak hogy értsétek. Nekem volt összesen 23-an voltunk unokatestvérek. 23, ez nem kis szám. A két fiamnak egy unokatestvére van. Jön egy visszaesés, nekem még 23, tehát 22 unokatestvérem volt, velem együtt 23-an voltunk. És mindenki az unokatestvéreim közül gerinc problémával küzd. Mindenki kivétel nélkül. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy úgy születtünk, hogy van ez az alsó rész, és akkor ez olyan, mintha össze lenne törve. Érted? És mindenki, mind a 23 unokatestvérem. Na most, hát most gondolj bele, hogyha egy testet normálisan megcsinálnak, nem fogja és megszületik, hanem megcsinálnak, akkor a gerinc az tökéletes, nem? Meg az összes alkatrész az tökéletes, nem? Alkotó elem, nem? És akkor nincs hozott dolog semmi. De biztos, hogy neked az a jó, hogy hát még 100 000 ilyen újra születés, ilyen hülye testbe, érted? Amely él átlagosan, mint 80 éve, biztos, hogy ez a tuti, nem? És akkor azt mondod, hogy azért, hát azért, mert ha fölmész a fenti létformába, vagy lemennél egy alsó létformába, alacsony rezgésű létformába, oda is tudsz menni, csak ugye senkinek nem javaslom. És akkor onnantól kezdve ott nincs szex, ott nincsenek élvezetek, sehol, se fönn, se lent. És akkor ezért visszajönnek a testek, mert hogy itt lehet élvezkedni. Oké? Tehát ott nem élvezik az evést, nem élvezik az ivást, ott nincs drogozás, ott nincs szex. És akkor a legtöbb ember azt mondaná, hát akkor minek élünk? Hány ilyet hallottál már? Most egy ilyen ember, aki azt mondja, hát akkor minek élünk, az vissza akar kívánkozni egy ilyen testbe. Érted? Csak az embernek a lelke, az nem az élvezetekért jött létre. Tehát a teremtőből nem azért jöttünk létre, nem azért hozott minket létre önmagából, mert ő bármit is élvezett volna a létében. A lélek az a teremtésre született, nem az élvezetre, drága barátaim, sőt, lélek testvéreim. Oké? Nem az élvezetért létezik a lelkünk. Amikor te élvezni akarsz bármit, az a test. Hát nézd meg, az állat is élvezi, ha zabál, mert nem eszik, zabál. Tehát az állatok nagy része az zabál, nem eszik. Oké? Élvezi. Nézd meg, hogy úgy van megcsinálva, ugye az állatoknál, hogy a párosodást a hím élvezi, és a nőstény nem. A nőstény csak az utódlás miatt fogadja be a hímet. De a hím nem párosodna, hogyha nem lenne neki egy magas élvezeti szint. És gyakorlatilag az állatok nagyon nagy százaléka, tehát legalább 99%-ában a nőstény nem élvezi a párosodást. Oké? Az emberek még ezt is megcsinálták, hogy a nő élvezze a párosodást. Miért? Hát hogy vissza akarjanak jönni. Most képzeld el, a nők nem élveznék a párosodást, vagy semmit nem élveznének, nem akarnának ide visszajönni. Hát akarna a csuda.
De most akkor azt gondoljuk, hogy az élvezetekért születtünk. Akkor az a küldetésünk, tök happy, hogy élvezünk. Ezt, azt, amazt, nem? Ki ezt, ki azt, ki mindent. Nem, ezért születtünk. Nem. Tehát ugye az élvezetek azért vannak az állatvilágban, mert a túlélés szolgálja. Mert az állatok azok nem értelmes lények, nem tudnak gondolkodni, érted? És a túlélés szolgálja az élvezet. Tehát élvezi az étkezést azért, hogy egyen. Élvezi a párosodást, a hím azért, hogy legyen fajfenntartás. Érted? Élvezi a pihenést. Nézd meg, hogy élvezi a macska, amikor melegen fekszik. Ha látni rajta. Tehát élvez, azért élvezik a dolgokat, azért vannak az állatoknál az élvezetek, hogy az állatnak a túlélését szolgálja. De az embernek nem az élvezetek szolgálják a túlélését, hanem a gondolkodás. Tehát az ember képes az állatokkal szemben gondolkodni. Az állat nem képes gondolkodni. Tehát mi emberek képesek vagyunk gondolkodni, és nekünk tudatosan kellene túlélni, és nem mint az állatoknak úgy működni, hogy az élvezetek miatt élünk túl, érted? De most egy olyan világban élünk, nézd meg, hogy az a legtöbb embernek az élvezet a célja, sőt, az élvezet a küldetése. De ez állati szint, ez lealjasulás. Ez állat szintre lealjasulás. Hát ha már ugye van egy értelmünk, és tudunk gondolkodni, akkor mi az értelme az életnek? Hát a teremtés. Tehát ugye az ember teremtsen. Jó, mi itt ebben a földi létben elsősorban fizikai teremtést tudunk létrehozni. Elsősorban. Hát akkor hozzunk létre fizikai teremtést. Elsősorban. Tudunk szellemi teremtést is létrehozni, de elsősorban fizikai teremtést. Tehát teremtsünk. Teremtsünk. Ha rombolunk, akkor is a teremtésért romboljunk. De a legtöbb ember, aki rossz állapotú, az nem a teremtésért rombol, hanem a rombolásért rombol. A rombolás élvezetéért rombol. Érted? Most mondok egy példát. Mit tudom én, van két ember, aki megszerette egymást, és összeházasodnak. Lesz mondjuk egy-két-három gyerekük. Oké, szépen megvannak. Majd jön egy külsős harmadik, és szétrombolja a kapcsolatukat. Érted? Mert neki az egyik mondjuk megtetszik. Érted? És mondjuk tételezzük fel, mondjuk 15 évvel fiatalabb, mint a másik személy, érted? Mint a konkurens. Ez nem rombolás? Ez mi? Véletlenül nem rombolás? Tehát szétrombolja egy családot az az illető. Miért? Mert már kialakítottak egy egzisztenciát, az nem kell a lóvé, érted? Hány ilyet láttatok már? Ez nem rombolás? Hát egy kis esze van, akkor egy ember ilyet nem csinál, nem? Tehát nem rombol szét életeket, nem? Tehát azért, hogy neki több pénze legyen. Szóval olyan világot élünk, ahol az emberek az a baj, hogy nem tudják, hogy mit, miért kellene csinálniuk. Nem tudják. Tehát egyszerűen nem tudják. Tehát a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy mi az élet célja. A legtöbb embernek fogalma nincs, hogy mi az ő személyes küldetése. Fogalma nincs.
ez mind felismerhető, mind megtudható, mind megtanulható, mind kivétel nélkül. Minden embernek személyes küldetése van. Minden embernek személyes. Lehet, hogy ez a személyes küldetés, persze, sok embernél majdnem azonos, vagy akár azonos is. Tehát ami azt jelenti, hogy meg kellene találniuk egymást, és együttműködni. Érted? De a legtöbb ember nem is keres hasonlót. Jó, a párján kívül nem keres hasonlót. Tehát el van hitetve az emberekkel, hogy az élvezetekért élj. Nézd meg, minden erről szól. A média, bárhova kapcsolsz, az élvezetekről beszél. A filmek az élvezetekről szólnak. Tehát a média 90%-ban az élvezeteket propagálja. Miért? Nagyon egyszerű. Mert az élvezetek pénzbe kerülnek ezen a bolygón. Érted? Fogyasztói társadalom van. Te lehetőleg erőn felül akarj élvezeteket elérni. Erőn felül. Lehetőleg. És ebben két hatást tudnak elérni. Ki tudnak semmizni, szó szerint. Második, le tudják vinni olyan szintre a hangulatodat, hogy hát ha eladod a lelkedet. Tehát hogyha lemegy a hangulatod, alacsony rezgésűvé válsz, akkor könnyen szót értesz az alacsony rezgésű értelmes lényekkel. És az alacsony rezgésű értelmes lények tőlünk szerzik a lelkeket. Hogy ez hogy, milyen formában, most erről nem akarok beszélni, mert erről már beszéltem. A díjmentes részben is. Szóval a lényeg az, hogy most gondolj bele, ugye az alacsony rezgésű lények is tudnak működni, hát nézd meg a világegyetemben a diktatúrákat is. Tehát félelembe tartották az embereket, és működött. Nézd meg, mit tudom én, Sztálin félelembe tartotta az embereket, aztán megnyerte a világháborút. Hitler félelembe tartotta a népet, érted, és leigázta Európát. Tehát működik az alacsony rezgés, az működik. Csak nézd meg, hova jutottak vele az emberek az alacsony rezgéssel. Tehát az alacsony rezgéseknek a végeredménye mindig a szenvedés. Mindig. És lehet, hogy a test nem szenved, de hogy a lélek szenved, az biztos. A második részben olyan képzéseket szoktunk tartani, ami ahhoz kell, hogy egy ember képes legyen olyan tudáshoz és képességekhez jutni, hogy az élethelyzeteit meg tudja oldani, a problémáit meg tudja előzni. És képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni. Mert ha az ember nem képes az élethelyzeteit megoldani, miért nem képes egy ember az élethelyzeteit megoldani? Nagyon egyszerű. Mert nincs hozzá tudása, persze. Tehát nincs hozzá tudása. Tehát az embernek van tudása az élethelyzeteit helyesen kezelni, akkor képes arra is, hogy a problémáit megelőzze. Vagy ha netán jön egy probléma, akkor megoldja. Akkor az ember képessé válik arra, hogy a célokat megvalósítsa. Ha egy ember képes az élethelyzeteit helyesen megoldani, a problémákat megelőzni, a célokat megvalósítani, akkor ez nem lesz rossz állapotú. Akkor ez egy jó állapotú lény lesz. Tehát a tudás az azt eredményezi, hogy az ember jó állapotba kerüljön.
Oké? És azt eredményezi, hogy hogy ne tudják megszerezni a lelkedet. Érted? És akkor itt vannak a képzéseink, 24 nagy témánk van, ami az élet minden területét átfogja. Ezt 36 hónap alatt adom át, ezt a 24 nagy területet. A 24 nagy terület az 4 darab 9 hónapos területre van osztva. Vannak olyan képzések, amely 2 hónaposak, vannak olyanok, amik 1 hónaposak. És minden 9 hónap befejezését követően az illető kap egy bizonyítványt arról a 9 hónapról. Ezt mi úgy hívjuk, hogy szemeszter, és minden szemeszternek, 9 hónapos szemeszternek megvan a konkrét elnevezése. És akkor ezek itt vannak leírva nekünk, és 36 hónap befejeztével pedig az illető diplomát kap a 4 szemeszter elvégzéséről. De a 4 szemeszternél 4 bizonyítványt is kapott az illető. Ezek a képzések olyan tudást képesek nyújtani, hogy képes legyél ne csak a saját élethelyzeteiden, saját életedben megoldásokat, hanem képes legyél segíteni másoknak is. A tapasztalatot ugye mások által tudod megszerezni, ezért lehetőségünk van arra mindnyájunknak, hogy saját csapatot szervezzük. Ha saját csapatot szervezel, akkor a képzések nem ingyen vannak, ugye a képzések, tehát nem ingyen, a bemutató képzések azok ingyen vannak, de a coach képzések, coach azt jelenti, hogy egy ember és életjobbító, nem díjmentes. Az egyik hozzászólásban írta valaki, hogy miért nem díjmentesek a képzések. Mert hogy Jézus is ingyen. Jézus is ingyen tanított. Igaz, hogy Jézus koporsóját sem ingyen őrizték, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ember úgy működik, hogy cserét kell adnia. Tehát Jézus is kapott cserét, csak akkor nem pénzben mérték a cserét, hanem szállásban, élelemben, stb. Mérték a cserét. Ami azt jelenti, hogy nálunk, nem tudom, tudod-e, hogy mennyibe kerülnek a szellemi képzések minimum napi szinten. Tehát a tényleg szellemi képzések azok ilyen 25 ezer alatt nem állnak meg. Tehát 25 ezertől fölfele napi szinten. A napi szint az mondjuk 8 óra. Szünetekkel 8 óra. Na most ha ezt órára lebontod, ugye akkor olyan 4000 forint alatt nem kapsz óránként szellemi képzést. Nálunk, hogy bárki számára elérhető legyen, 330 forint óránként. Most ha valaki 330 forintot óránként sajnál a szellemi képzésére, akkor tanuljon ott, ahol akar. Világos ez? Ettől ugyan eltér az első hónap, mert az 660 forint. De keresgélj egy kicsit, nézz körül, sehol nem kap semmilyen tudást. Nem úgy szellemi tudást, semmilyen tudást 660 forint alatt. Tehát hogyha valaki képez, mondjuk korrepetál egy első osztályos gyereket, az többet kap 660 forintnál a korrepetálásért. És az emberek úgy működnek, ha nem tudnak cserét adni,
akkor meg fognak lógni. Ezért képzeljétek el, észrevettük, hogy mikor alacsony volt a tandi, sokkal nagyságrendileg nagyobb volt a fluktuáció. Nagyságrendekkel. Tehát az azt jelenti, hogy sokszorosa volt a fluktuáció, mint most. Mert nem állt arányban a csere. Most sem áll arányban a csere. Sokkal többet kapsz, sokkal több tudást, mint amennyit fizetsz érte. Mondom, nézz körül máshol. Olyan tudásokat, amit mondjuk 2000 forintért kapsz óránként, azt tudod mi? Sima motivációs tudás. Mármint képzés. Sima motivációs képzés. A motivációs képzéseket sem kapod meg 2000 forint alatt óránként. Nem, hogy azt, ami, ahol tudást kapj. Mert a motiváció az nem tudás. Az csak hangulatemelés. Semmi más. Na most ott van például, menj már most el egy szilveszterre. Mennyit fogsz fizetni érte? Azért a pár óráért. Érted? Mondjuk elmész egy zárt körű olyan rendezvényre, ahol meghatározott létszám lehet. Mondjuk egy étterem. Mennyit fogsz érte fizetni? 25. Hát vagy 50. Gondold végig. Így van, perfő. És ott nem kapsz képzést, ott egyszerűen csak kaját kapsz, meg táncolgathatsz. Érted? Meg kapsz, mit tudom, egy pezsgőt. Egy pohár, nem egy üvege, egy pohára. Persze, egy pohár pezsgőt. De hát az embereknek az élvezet kell, nem a tudás. Amit mi csinálunk, az bolygó szinten páratlan. Nyugodtan keresgélhetsz, úgyse fogsz találni mi hozzánk hasonlót. Tehát olyan személy, egyetlen egy van a bolygón, lehet, hogy most erre azt mondod, hogy fényezem magamat. Keres még egy olyan személyt a bolygón, nem fogsz találni, aki spirituális és képzett MLM-es. És pénzügyi területen szakember. Tehát gazdasági területen is szakember. Keres még egy ilyen szemét a bolygón. Nem fogsz találni. Lehet, hogy most erre azt mondod, hogy fényezés. Ez nem fényezés, ez tény. Oké? Tehát én tudok segíteni gazdasági, pénzügyi területen az embereknek. Tudok segíteni emberekkel való bánásmód, szervezés terén. Hiszen nem lehet úgy szervezni embereket, ha nem tudsz az emberekkel bánni. És tudok segíteni spirituális területen. Sőt, ha bármilyen olyan spirituális terület van, amivel én még nem foglalkoztam, tudod mennyi idő alatt megtanulom? Mondjuk 2 óra alatt. Érted? Na ezt csinálja valaki utána. Lehet, hogy ez fényezésnek tűnik, ez nem fényezés, ez egyediség, úgy hívják. Tehát bármilyen spirituális területet pillanat alatt meg tudok tanulni. De úgy, hogy utána tudom tanítani. No szóval lényeg az, hogy itt van egy különleges lehetőséged arra, hogy a fő célt elérjük. A fő célunk az emberek szellemi fejlődése. Méghozzá milyen szintre? Mindjárt megmutatom, és ezzel fogom befejezni. Már csak azért, mert ugye mondtam ezt a fényezést, mert erről is írtak a hozzászólók, hogy én fényezem magam. Hát én meg ezeket nem hagyom szó nélkül. Jó, tehát
Lényeg az, hogy ide kell eljutni. És ha megnézed, itt le van írva, de nem azért kell megnézni, mert itt le van írva, hanem azért, mert ez így működik, csapat nélkül ezen, saját, tehát saját csapat nélkül ezen a kettő nem tudsz tovább lépni. Tehát a 4-es, 5-ös lelki szinten nem tudsz tovább lépni. Tehát ha nincs saját csapat, nincs 4., 5. lelki szint sem. El lehet érni saját csapat nélkül a 3. lelki szintet. Slussz. Ide kell följutni a küldetés szintjére. És ha följutnak az emberek a küldetés szintjére, na akkor kerülhetnek be az aranykorba, mert az aranykorba csak olyan emberek kerülhetnek be, akik képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Érthető? És aki nem csinálja ezt, mert nem akarja ezt csinálni, semmi gond. Készen van egy új bolygó, kinn a periférián, az univerzum szélén, nem vicc, földszerű bolygó. Ja, és akkor oda kikerültök, és kezdhetsz ilyen típusú testben kerültök ki, és kezdhettek szépen kőkorszaki körülmények között éldegélni. Nincs mobiltelefon, nincs tévé, nincs mozi, meg ilyen, meg mit tudom én, megyünk, azt eszünk a McDonald's-ba, nem lesz McDonald's. Élsz ma vagy, majd, élsz majd abba a testben, vagy 30 évet, érted? Szuper lesz. És akkor ugyanez a karmikus körforgásod lesz, mint ami itt van a bolygón, de itt nem lesz így. No, hát még sokat tudtam volna ezzel kapcsolatban mesélni, meg nem is fejeztem be gondolatokat, na mindegy. Majd lemarad lehet közelebbre is, így van, ami ugye vasárnap lesz. Ugye tudjátok, hogy a vasárnapi időpont az, az ugye előbb van másfél órával. Úgyhogy, hát most pedig 20 perc szünet után szervezetvezető kulcsképzésünk lesz. Tehát az embernek tudnia kell vezetni is az embereket. Még akkor is, ha most nem. Nincs vezető beosztásban. Akkor is kellene tudni, hogy hogy kell embereket vezetni. Tehát ha nem tudod, hogy hogy kell embereket vezetni, akkor nem is tudsz rájuk pozitív hatást gyakorolni. Nem mondom, hogy nem tudsz hatást gyakorolni, mert negatív hatást az baromi egyszerű gyakorolni másokra. Azt a legegyszerűbb. De pozitív hatást gyakorlást, anélkül, hogy embereket vezess, nem fogsz tudni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha bármi kérdésed volt, a végén lesz rá lehetőség, hogy föltedd, írásba is lehet kérdezni ugye a weboldalon keresztül, és ha valaki szeretné tudni, hogy ki a vezetője, vagy ki a segítője, akkor ugye utána tud nézni, illetve utána tud kérdezni a PPA irodában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Nekem van egy elvem már nagyon-nagyon régen, 93-tól. Az az elvem, hogyha én sok emberen segítek, akkor én is, én sem járok rosszul. Ez azt jelenti, hogy ezt az egészet nem, hogy valaki véletlenül azt gondolja, hogy magamért csinálom. Tehát én 93 óta nem magamért csinálok semmit. Tehát ha te tudod azt, hogyha sok embernek jót teszel, segítesz, akkor te is jól jársz, bőven jó. Érted? Tehát ha magadért csinálsz dolgokat, az nagy baj.
Jó? És most szünet.